Na hát, srácok, vágjunk bele a 65. WoW-os streambe, mióta kint van a Dragonflight. Ebben nincs beleszámolva az, hogy megnéztük a magyar WoW-ot. Úgyhogy ez csak az Evoker. Ez csak az Evokeres játék. És hát megjött a 10.1.5-ös patch. Ezzel együtt egy új specializációja az Evokernek, az augmentáció. Ezt fogjuk ma kipróbálni, de előtte megyünk egy menetet, csak hogy felkészüljünk arra, hogy mégis mi vár ránk, hogy hogyan kéne teljesítenünk ezen a héten. Mivel sajnos elmaradt előző héten a WoW, mert hogy karbantartások voltak, ezért nem volt streamelve, hogy én ütöttem le Mythic Dungeon-eket, de csináltam, tehát hogy ettől függetlenül nyomtam Mythic Dungeon-eket, méghozzá 4-et is, igaz csak 15-ösöket, de úgy voltam vele, hogy nincs kedvem sokat várni, oda megyek, ahova tuti behívnak gyorsan, és tegnap este lenyomtam a 4 dungeon-t. Nézzük, miket kapunk. 437-es Vriszt. Na hát ez már előrelépés a 415-höz képest. Gyorsan meg is nézem, hogy ez így mennyire jó nekünk. Haste és Versa van rajta. Nézzük, azt mondja, hogy Vriszt. Aha, hát... ezt nem mondja annyira jónak, mert hogy van egy olyan adaptív draconist armguard, ez mit tud? Ez konkrétan leather working-es craftolja, azért nincs olyan elől ez a Vriszt. Haste és Versa. Uh-huh. És amit ő megcraftatod, az meghéztem és mastery, aha. És mi van még itt? 437-es kép. Hát akkor inkább ezt választom. És ha minden jól megy, akkor 437-ig fel tudunk húzni egy Vriszt-et. Így, hogy ezt kiválasztottam. Ja, előfizettem 6 hónap WoW-ra, így ugye megkaptam azt a nyuszit, amit akkor láttatok, amikor a magyar WoW-val játszottam, de meg nem mondom, hogy mi a neve. Na, hát a Jade a neve. És ehhez járt egyébként egy pet is, nagyon aranyos amúgy ez a mount. És pár napra rá a Blizzard lecserélte ezt a mountot, méghozzá, hát erre itt. És kicsit szomorú voltam, hogy hát ha tudom, hogy lesz egy új mount, akkor inkább megvártam volna. De képzeljétek el, hogy hétvégén beléptem a Battle.net-re, és ott volt ez az ajándék, hogy ezt megkaptam a nyuszi mellé. Nem nagyon szoktam amúgy ilyen hosszú időre előfizetni a WoW-ra, mármint hogy így egybefüggő időre, úgyhogy ez volt az első 6 hónapom, és nagyon örülök. Alapból ezek a mountok ilyen 25-30 euróba kerülnek, ha jól tudom. Szóval, hát mondhatni, nagyon, nagyon jól jártam. Na jól van. Azt mondja, hogy átváltozunk. És, ja, kiraktam az új talentfát.
Két napja, igen. Most megyünk egy sima dungeont, és aztán pedig áttálentolunk augmentre. Nagyon tetszik, amikor egy augment van a csapatban, egy jó augment. A 15-ös dungeonokat úgy csináltam, hogy 1-2-ben volt augmentes evoker, 396-os item levelbe, és nagyon tetszett, hogy mekkora DPS-eket tudok kinyomni. Na, ja, meg közben meg lett a 2400-as mythic rating, és sajnos az is off-stream is sikerült. Na, hát ott van egy olyan nekünk, hogy Neltharion's Lair-t kellene nyomni. Vagy ez Neltharus? Nem, az Neltharion's Lair. Mert hogy abból nekünk 14-es van. Ja, és az egy 10-es. Lehet, hogy nem fogunk találni srácok erre csapatot. Ja, akkor berakjuk a Neltharust is. 16-os. Jó, legyen egy 16-os. Hát, ha übereljük. Beírtam azért, hogy tudják, hogy én devasztáló evokár vagyok, hogy ne legyen kérdés. Nagyszerű. Gyorsan megnézem, hogy hogy állnak a cuccok. Jó. És akkor megyünk oda. Ha akartok jönni játszani, szóljatok nyugodtan. Ja, és hát igen, nem beszéltünk a 10.1.5-ös újdonságokról. Majd ki kell szednem az ingyenes mountot is, mert hogy most lehet szerezni ingyen mountot. Azzal, hogy átdolgozták a ridingot. Illetve, hogy bekerültek már a collectionbe a Hearthstone-ok. Ott vannak. Úgyis kisebb dungeonokat fogok menni, tehát hogy 16-osnál kisebbet, hogy így ki tudjuk próbálni, hogy milyen az augmentációs. Shockwave. Ugye most az a hét van, amikor a bosszok az erősebbek. Raging és Storming, ez amúgy tök jó. Shadow Pup még lehet nem ébredt fel. 4.31-ben van. Érdekes. What's your step?
Itt már nem nagyon nyomhatom el a CD-t. Mert lassan boss jön. What's your step? Jó van. Most már nyomja a Shadow papis adamokat. What's your step? What's your step? What's your step? Shockwave. Charging. Move. Na basszus, valamivel csúnyán beleálltam, mint egy noob. Shockwave. Charging. Move. Shockwave. Már megmondom őszintén, nem érződik az, hogy erősebb lenne a boss. Vagy legalábbis ez a boss, nem. Igaz, hogy a BLS-tünk, de ma akkor is. Charging. Move. Shockwave. Próbáltam úgy állni, hogy ne húzzam a többiek rám. Elég szép dabja van a Shadow papnak. Ujjjjj, még nincs meg a mountunk. Azt amúgy már 19-e van. Azt kérdezi a srác, hogy nem-e 17-esnek volt megkérdetve, de nem. 17-es lett volna, akkor valószínűleg nem jövök. What's your step? What's your step? Intruders! Where have you come from? Now Thauris belongs to the Kalashi now! What's your step? What's your step? Szépen megszakították a srácok. What's your step? Shockwave. The Kalash will Kalash. Play
Shockwave. Shockwave. Ó, kapunk egy bopot. Na, már itt vagyunk a bejárat előtt. Boss bejárat előtt, úgyhogy nem CD-zünk. Watch your step. Shockwave. Watch your step. Watch your step. Strip the scales from your flesh. What way? What way? What way? Watch way. Scales bad indeed. Hát, kettő CD még maradt. Watch way. Most ez mi volt? To the ground with you. Ez fura volt. Nem tudtam feléledni. Mi lehetett itt a probléma, srácok, az éledéssel? Szevasz, Bubi. Ez fura volt. Most elment egy kombatresszem. Mármint ő kombatressze a csapatnak. Watch way. Target you. Hát ez furi volt. Watch your step. Mert itt vagyok egy madarászás apádnak.
Ez jó. Én is szeretem, a felirat az ott olyan vicces dolgokat ír. What's your step? Jó kis a madarászás. Shockwave. Szia, Horus. Tudom, nem az van, amit a címben láttok. Ezután lesz majd az. Csak akartam menni egyet, hogy így felvegyem a fonalat. Szóval még devasztálunk. És kisebb kulcsokon kipróbáljuk magunkat. What's your step? Shockwave. What's your step? Target you. Shockwave. Charging, move. Shockwave. Charging, move. Hát, amit én eddig láttam az augmentből, az ígéretes. Mármint így, nem tudom, hogy képes-e kompenzálni a sebzés kiesést, de sebzés növelni, illetve erősíteni a többieket, azt mindenféleképpen, azt így bírja. Azt nagyon jól bírja. Shockwave. 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 Watch your step. Watch your step. Watch your step. Shockwave. 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 Shockwave.
mágus milyen szépen visszahozta magát. A damokban. Na hát, rá kíváncsi vagyok, ő egy elég erős boss. AOE incoming. A weapon brought just for you. Spread. Watch your step. AOE incoming. Let's see what I have for you. Spread. Watch your step. AOE incoming. Let's see what I have for you. Spread. Nem, ez még nem az, Konix. Az majd ezután lesz. Nem, ez egy ilyen devasztálás, kérlek szépen. Devasztálások, hatalmas devasztálások. Ezután mennek majd az augmentálások. Most fél perccel lassabban ment le, mert a mágus az elhalálozott. Watch your step. A csetre van? Watch your step. Miért, hogyha a csetre van, akkor nem szidod? Nem, egyedül vagyok most a csapatban. Mármint, hogy így nincs priméd, meg semmi ilyesmi. Azt akarja mondani a mágusunknak, Konix, hogy nagyon jó gyakorlásokat, csak ugyesen Gyuluska 422 alsóvonás. Shockwave.
Shockwave. Na, nagyon jól nyomja a mágus most. Shockwave. Majd mondom amúgy a gíreket is hozzá, mert azt nem mondtam. Az előző fájtnál láthatátok, hogy nem tudom hány óra után, mondjuk egy 200 óra után megtanultam, hogy hogyan kell mozogva kasztolni képességeket. De ez az kellett, hogy ismerjem a fájtot. Tehát ezt a mechanikát sokáig tartott el sajátítani. A mozogva kasztolást. Have some trinkets. Come forth and consume. Royal. Can't beat the heat. Target you. Have some trinkets. Roast in flames. Come forth and consume. Jaj. Have some trinkets. Roast in flames. Hoppácska. Remélem látjátok, kaptunk plusz egy pontot. Egy jó kis plusz egy pont a 16-ossal. Tehát, hogy 17-esünk volt, de a 16-os az plusz egy pontot hozott, mert sokkal ügyesebbek voltunk. A 17-es az nem lett meg időre. Úgyhogy, hát azon kellene javítani. Ez most melyik is volt? Neltarus? Ja. Ja, hát igen, az 17-es. Na jó,
Akkor most jön az, ami, ami most valószínűleg egy jó pár perc lesz értelmezni itt a dolgokat, mit, miért, merre, hogyan, hány méter. De hát átrollolunk. Azt mondja, hogy hogy kell ezt csinálni? Specializáció és augmentáció. Na, a disintegrate és a deep breath, ez van itt felsorolva, mint példa abilitásos. Na, és akkor most megyünk át. Staff, sword, dagger, macem. Egy pillanat, srácok. Mindjárt mace meg ilyenek. Na, nem szabad itt elmenni, ki? Hát szabad, hogy én elmegyek, nekem nem szabad. Ja. 21-es kulcs. Hát szerintem, Nausa, én oda nagyon kevés vagyok a 21-es kulcsra. Oda még devasztálóként is kevés vagyok. Egy pillanat. És nyomom tovább. Jól van. Na. Szuper. És akkor augmentálás. Megnézem, hogy mi a javasolt, és átmegyünk mindenen, úgyhogy rezidens alvó bekészítés, mert jó. Oké, megvan az action bar-ról a kép. Na, azt mondja, miből indulunk? Van a landslide-unk, igen, az CC. Van obsidian skill-ünk, nagyszerű. Expunge, azt javasolják, hogy le tudjuk szedni a toxikus dolgokat. A poisont. Úgyhogy ezt kirakjuk. Második sor. A disintegrate-ünk channelje 20%-kal gyorsabb. És az erupció kasztálya pedig 20%-kal csökken. Erupció. Az mi a manó? Eruptálás. Aha. Ez valami passzív dolog? Én meg nem mondom, hogy ez most mi akar lenni. Na nézzük. Eruption. Az eruption... Tehát ez azt csinálja, hogy split el a sebzés
ha jól látom, a célpont és a körülötte levő enemik között. Na jó, és én ezt miért nem látom itt? Oké. Okay. Hát ezt most nem vágom, de biztos lehet, hogy majd később kapjuk meg, vagy majd itt lesz valahol? Ott van, jó, oké. Okay. Mindegy, szóval most már tudjuk, hogy mi ez az eruption. Az lesz a disintegrate helyett? Oké. Okay. Jó, jöhet, ugye ezt javasolták, úgyhogy kipakoltuk. Nézzük. Azt mondja, hogy a blue spellek redukálják a movement speedet, oké. Okay. És gondolom ezt azért érdemes kirakni, mert hogy kell innen az obsidian bulwark, hogy az obsidian scale-ből, azaz az armoros, tehát hogy nő a védelmünk, ebből a képességből kell még egy. Oké, okay, de egyelőre most ezt nem rakjuk ki. Azt mondja, hogy Verdant Embrace. Ez a plusz heal, illetve oda tudunk repülni a másikhoz, és tudjuk őt healálni. Jó, következő sor. A landslide CD-je csökken. Hát ez valószínűleg amúgy ilyen PvP-n hasznos ez a landslide. Úgyhogy erre nem ment rá a talent. Viszont arra ráment, hogy az essence regenerálása 10%-kal gyorsabb legyen. Illetve, hogy legyen plusz egy. Az Obsidian Scales-em. Nézzük, mi van még itt. A Living Flame 3%-kal többet damol, ez erre nem ment rám. Van itt egy Scarlet Adaptation, ami azt csinálja, hogy eltárol 20%-ot a healből 22.887-ig, és a következő damage-elő Living Flame-ünk elhasználja az összes shield és damage-be megy bele. Tehát gondolom, ami így heal-el engem, nem tudom, hogy ez pontosan az én heal-em, vagy másé is beleszámít, de gyanítom, hogy a sajátom. Tehát, hogyha nyomok egy földre healt, vagy egy ilyen Verdant Embrace-t, akkor abból a heal-ből megy a következő Living Flame-be. Az összes. Amennyi felgyülemlik. Hát ezt gondolom azért rakjuk ki, hogy el tudjunk majd menni a vége felé? Valószínűleg igen. Szakítást kipakoljuk. Recall. A Deep Breath visszahív. Tehát ez amikor így felugrok, szállok, lemegyek. Ez a nagyon-nagyon lassú képesség. Ez még vissza is vinne. Hát ezt nem tudom melyik talentem vállalják be. Aztán nem csökkentünk CD-n az ellökésen és a fellökésen sem. És azt mondja, hogy a hoverrel nem növeljük a movement speedünket 70%-kal. A hover az, amikor így suhanunk egyet. Ez adna 4 szekre 70%-os movement speedet, arra sem megyünk rá. A cauterizing flame-mel tudok úgymond dispellezni, amivel mindent le tudok szedni, kivéve a Magic Act. Én ezt szeretem. Jó. Az itt ki van rakva, oké. A Mythi pluszon, oké. Úgyhogy ezt mi is kirakjuk. Megyünk tovább. Ember Blossom Verdant Emblaze csökkentett kasztályma, csökkenti a kasztályját a következő Living Flame-nek 40%-kal. Tehát, hogyha nyomok egy ilyet, vagy egy földre healt, ami akár a társra heal, egy társra egy kör heal, vagy hogy hozzászállok, vagy magamra nyomom, akkor sokkal gyorsabban tudom majd a Living Flame-et kasztolni. Én ezt már is felejtettem, hogy ilyenünk van. Aztán Magic Damage Down-unkat növeljük 4%-kal, a Tip the Scales az egyik legerősebb CD-je az Evokernek. Nem tudom, hogy healen ez mennyire, de hogy Devastationként ez eléggé durva.
A healing denunk és a healing receive-dünk 2%-kal megnő, nem kell, és itt van a sleepwalk, amivel lehet CC-zni. Tehát 1,3 sec-es cast time-ú CC-nk van, amivel dizorientáljuk az enemit 20 sec-re. Ez hasznos egy bizonyos affixnél. De erre most nem megyünk rá, mert most nem az a hét van. Leech, nem kell Magic Damage Taken Reduced 2%. Arra azt mondják, hogy kell nekünk a 4%. A Stamina növelés 6%-kal arra is azt mondják, hogy kell, illetve a Hover az 4 szekkel tovább tartson, hát azt is kirakjuk. Illetve az Emerald Blossom 2-vel több enemit társat tud így healálni. Hát ezt megnézzük, hogy ez mennyit healál alapból. 3 injured-ot, akkor valószínűleg 5-öt tudna healálni. Okés, erre sem megyünk rá. Blessed Furnace. Azt mondja, hogy a Fire Breath damage over time-ja 4 szekkel tovább tart, jöhet. Aztán Exuberance. Azt mondja, hogy a 75% HP fölött vagyunk, akkor a movement speed-en megnő 10%-kal. Ez nem kell. Source of Magic. Redirect your excess magic to a friendly healer. Ha ezt rányomom valakire, akkor amikor nyomunk Empowered Spellt, akkor manát adunk neki Empower szintenként. Maximum manája alapján adunk neki. Tehát akkor 1% maximum manát is tudunk neki adni. Jó. Aha, és akkor ehhez viszont már látni kéne, hogy kinek mennyi manája van. Tehát most jött el az a pillanat, srácok, hogy látni kéne a manáját a társaknak, ami eddig nem volt megcsinálva. Alapból ennél az alap interfésznél meg lehet csinálni, hogy látszódjanak a HP mellett a manák. Most így ezt hirtelen nem tudom. Jó, a Wing Buffet és a Tail Swipe távolabbra löki és dézeli az enemit, meg csökkenti a movement speedet. Ezt nem kérik. Panacea, az Emerald Blossom instant healál, amikor elkasztoljuk. Ó, kirakjuk, hogyha ezt kérik tőlünk. Andréval, hogy alatta legyen, az be tud állítani. Ó, köszi szépen, Dustik. Köszi szépen, akkor ezt be is fogom utána állítani, hogyha ezzel végeztünk. Sundering Enemies Protective Magic. Aha. Spellfrost Damage a Shieldre. Hú, én ezt még fejlődéskor használtam. De ezt nem kell kirakni. Az Azul Strike-unk plusz egy enemit sebez, azt se kell kirakjuk. Az alapból 2 enemit sebez, hogyha jól rémlik. Így van. Tehát az amúgy így 3-at sebeznem. Azt mondja, Bone Shaking Roar. Ezzel ugye meg lehetne hosszabbítani a CC effekteket 50%-kal. Nem tudom, hogy ez az Oppressing Roar ez amúgy mire hat. A Landslide-ra biztos, de lehet, hogy amúgy a Sleepwalk-ra is. Tehát akkor az lehet, hogy amúgy 30 szekes CC lenne Disorient. Igen, ezt ki kell rakjuk. Potent Mana. A Source of Magic növeli a target heat és damage-ét 3%-kal. Ó, na hát akkor... aha, akkor ez valószínűleg egy... Hát úgy kell használni, valószínűleg mint a Power Infusion-t vagy mit. Gondolom én. Rescue visszajön. Nézzük, mik vannak még itt. Rescue-val ugye szállítjuk az enemit. Ha elér a range-ünkbe, a 30 yardos range-ünkbe a társ, akkor tovább tudjuk őt valahova szállítani. Valami ilyesmi. Szeretem ezt a képességet, bár ehhez ismerni kell a dungeon-t is, illetve a társaidat is, akit mozgatsz. Hát egy
Marvel Infusion, szívesen elfogadnék mindig egy Priestal, de hát Unholy DK meg Lock. Én szerencsére Evokerként, Devastation Evokerként szoktam ilyet kapni. Renewing Blaze. Ez ugye az a képesség, amit a Shield-el ajánlottatok, hogy használjak, ez hát ameddig damolunk 9-szekig, 9,7-szekig, az a damage. Ja, damage juték. Tehát a sebzés, amit bekapunk, az visszahílelődik. Hát akkor azért, jó, én azt hittem, hogy a sebzés, amit én osztok ki. De hát ezt is már elfelejtettem. Szóval a sebzés, amit bekapunk 10 szek alatt, az visszahílelődik. Jó. Oké, Leaping Flames. Azt mondja, a Fire Breath-ünk. Tehát a Fire Breath-ünk Empower szintenként plusz egy targetre fog rámenni. Tehát, hogyha 4-es Empower-rel kasztoljuk el a Fire Breath-et, akkor a Living Flame-ünk az így 5 targetre is rámegy. Ja, ez menő. És innen nem... Ja. Bocsánat, ebbe a sorba megyünk tovább. Oppressing Roar. Az Oppressing Roar leszed egy Enrage effektet az enemiről. És csökken az Oppressing Roar CD-je annyival, ahány Enrage effektet leszed. Eseken. Azt mondja, hogy kell-e az, hogy a hover-ünk az plusz egy charge-al rendelkezzen kell. És mi van még itt? Twin Guardian. A Rescue megvéd engem és a szövetségesemet. Abszorbolja a sebzés 30%, tehát a sebzés egészen a maximum HP-m a 30%-át. Ó. Ezt se tudtam. Tehát, hogyha én nyomok egy rescue-t, akkor a max HP-m 30%-ával megvéd a sebzést a 6,1-szekig. Menő. És akkor innen választanunk kell egyet. Foci of Life. Renewing Blaze. Most így... Ja igen, ez az, igen. A Renewing Blaze gyorsabban helyreáll. Gyorsabban heal-el, gondolom én. Tehát 4 szek alatt történik meg mindez, gondolom ami 8 szek alatt történne meg. Viszont innen nekünk az kell, hogy a Fire Within-t rakjuk ki. És akkor félszekkel, tehát hogy így egy percenként tudjuk nyomni a Renewing Blaze-t. Jó. És az utolsó dolog pedig a Zephyr. Hát ez annyira nem volt izgalmas, itt nem volt. Tehát hogy ezek az Evoker pontok voltak. Nagyjából ezeket az Evoker pontokat használjuk. Devastationként is, csak a Source of Magic az így nem volt bent, vagy ez valami új dolog lehet. Na, jöhetnek az augmentációs pontok, ez már izgalmas, mert ezek újdonságok. Ebon Bite. Na az Ebon Bite, bocsánat. Az Ebon Bite növeli a 4 közelben álló szövetséges primary statját, úgy, hogy a primary stat az enyém 15%-ával nő meg. Hoppá. Tehát ez azt jelenti, itt most pont nincs kint. A primary statom az intellect. Tehát ez azt jelenti, hogy itt van. Szóval 1500 statot kapsz. 1500 statot kap a mindenki a saját primary statjához. És én pedig 14%-kal több damage-et csinálok. De hát az augmentációs
Evoker nem a sebzéséről híres, hiszen ő ilyen buffolós karakter. Szóval 14%-kal többet damonunk, ez az Ebon Might, ez egy egész, ja nem, ez az Ebon Might, ez fél percenként van. Ez rohadt jó. Csak 4 szövetségesre hat, és alapvetően a damage dealerekre megy rá. De ez Mythi plusznál nem számít. Azt mondja, hogy az Eruption, a Deep Breath és az Empower spellek ezt a 12 szekes hatást az Ebon Might-on, mert 12 szekre adunk primary statot meg, én 14%-kal többet sebezek, ezt ki lehet tolni. Tehát ezt ki lehet tolni az erupcióval, a Deep Breath-tel és az Empower képességekkel. Jóféle. És itt jön az erupció, ami a Disintegrate helyett jön. Ja, és ez olyan képesség, amit rányomok egy célpontra, és splitel a sebzés a közte és a környező enemék között. Magmarak Smith igen csúnya megdobta a damot, Augment Evo előtt Full Moon, mint Balanx Druid kritált olyan 570k-t, Ebon Might buffal simán lekritált 750k-t a Full Moon. Wow. Szóval lecserélték a Disintegrate-et erupcióra. Essence Burst. A Living Flame-ünk 20% eséllyel, az Azure Strike-unk pedig 15% eséllyel okoz az erupciónak no cost-ot. Oké, okay, ez az Essence Burst is egyébként ismerős. Ugye ott... Ugye ott az van, hogy Disintegrate van, meg az a pirós cucc, az a Flame Pyro, vagy micsoda, tehát ez a Devastation Icon is megvan. Na nézzük. A Living Flame és az Emerald Blossom rám sokkal hatásosabb. Mm-hmm. És van a Quell CD csökkentés, azaz ez a szakítás. Tehát 20 szekenként tudunk szakítani. Ja, az kell. A 40 szekes szakítás az borzalmas, a 20 szekes az kell. Az erupció 30%-kal többet damage-el, és egészen fölmehet 150-re is, attól függ, hogy hány enemit talál el. Oké? Okay. 25-ös dungeon és afelett kb. Minden grupban van egy Augment Evoker, és egy holy pala a rework miatt. Úgy hallottam. Az Essence Burst az 2 stack-kel lehet. Ja, ez is van. Na nézzük. Innen mit érdemes kirakni? Eséllyel az Azul Strike még egyszer támad. Uh-huh. Alex Strass a pupillája. Amikor rákasztolunk egy enemire Living Flame-et, akkor rámegy még egy enemire egy 100% damage, tehát két enemit tudok eltalálni a Living Flame-mel. Oké. Okay. A Holy Palama kapta a nerfet, minden híre 8%-at kapott, és 12%-kal kevesebbet damol. Szegény Holy Palák, hát akkor nem tudjuk kipróbálni. Hogy ők milyen erősek most. Na, azt mondja, hogy Upheaval. Aha, kapunk egy Empower-es képességet. Ez valami... Ez egy vulkanik sebzés a target és a közelébe levő enemiknél. És ez olyan, hogy az Empower-je az úgy működik, hogy 3 yard, 2-es szinten 6 yard, 3-es szinten pedig 9 yard. Aha. Tehát eddig van ugye a...
Firebatünk. És most pedig jön az upheaval. Na, erre kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Lecseréljük a Deep Breath-et. Az az. Na nézzük, milyen lesz a Deep Breath. 2 perces lesz ugyanúgy. Oda tudunk repülni a target location-höz. Exposing temporal wounds. Tehát az utunk alatt temporal wounds-ot tudunk tenni az enemikre. 12 szekre. A temporal wounds azt csinálja, hogy 21%-kal többet tudnak damolni az enemik, amikor ebon... Na, szóval 21%-kal többet tudnak damolni a társaink, ameddig rajtuk van az ebon might. Szóval nyomni kell egy ilyen Breath of Aeons-t, és elnyomjuk hozzá az ebon might-ot, az így egy jó kis sebzés növekedés. Wow. Nem, tehát hogy rútból kijövünk, tehát immununk leszünk minden movement impairing, illetve ilyen CC-s effektre. Tök jó. Ez tök jó. Defy Fate. A halálos sapás átmegy egy közeli idővonalra. Tehát meg tudunk menekülni egyszer a haláltól. Tehát van egy ilyen csídetem. 6 percenként. Wow. Ez menő. Timelessness. Ezt nem javasolják, hogy kirakjuk, de nézzük, hogy mi ez. Ez egy bronz képesség. Egy threat csökkentő képesség. 30%-kal kevesebb threatet csinál 36 percre. Tehát 36 percig, 36,4 percig, 30%-kal kevesebb threat. Aha. És ez nem annyira effektív, hogyha tankra teszed rá. Pedig azt hittem lehet trollkodni vele. Jó. Szeizmikus Slam. A landslide-unk... Tehát a miderbe levő enemik a landslide a földhöz csapja és stunolja őket 2 szekre. Ez se kell nekünk. Azt mondja, viszont az erupció essence costja az viszont kell. Oké. Okay. És így mennyi? 3 szek? Majd hogy 3, így pedig 2 essence gondolom én. Na. Van itt egy olyanunk, hogy a Breath of Aeons redukálja az ellenség movement speedjét, tehát lassabb lesz 70%-kal, illetve attack speedet is csökkent 50%-kal 12 szekre. Viszont amit ajánl a guide az az, hogy a Chrono Ward. Amikor egy szövetséges sebzi a temporal bounce-os enemiket, akkor kapnak shieldet, 100% shieldet a damage dealtjük alapján. És ez a shield nem mehet a max HP-juk 30%-a fölé. Wow. Ez is menő. Tehát, hogy shieldet is tudunk adni a társaknak. Igaz, ez 2 percenként megy. Na nézzük. Stretch time. Azt nézem, hogy ez nem kell majd. Amíg deep breath-tel szállunk,
Ó, na, itt van. Szóval, hogy a míg szállunk, a sebzés 50%-a, amit bekapnák, az nem azonnal jön be, hanem 10 szek alatt fogom bekapni azt a sebzést. Na, az amúgy menő. Egyébként. Geomancy. Az Azul Strike csökkenti a CD-t a landslide-nak, azaz a rútolásnak. Az ellenség lerútolásának. Egy szekkel, ahány enemit talál el. Nem kell. Visto Veirin Stone. Azt mondja, hogy 1 perc CD-vel, ez egy bronz képesség, 3 szekes kasztal, csinálunk egy pár Veirin Stone-t. Egyet a target ally-nak és egyet magamnak. És csak egy Veirin Stone lehet egyszerre. Ha ezt a stone-t aktiválják, akkor a másik Venstonehoz tudsz teleportálni 100 yardon belül. Ez amúgy így PvP-be biztos menő. Hát tudsz ilyen teleportációs kavicsot csinálni, és akinek csinálod, meg ugye magadnak is csinálod, így oda tudsz teleportálni te a másikhoz, illetve a másik hozzád. Oké. Okay. Blistering Scale. Azt mondja, hogy meg tudunk védeni egy szövetségest 15 Explosive Dragon Scale-lel, növelni tudjuk az armorját 30%-kal a sajátomnak. Tehát a saját armoron 30%-ával tudom megnövelni az ő armorját. Ó. Oh. Az majdnem 3000 armor. Auctionhouse sem. A mini attack-ok a targetre lerobbantanak egy skillt, az 3000 volcanic damage a közelbe levő enemikre. És ez a sebzés csak pár másodpercenként történhet meg. És csak egy targetre lehet rakni. Hát akkor ezt gondolom rá kell rakni a tankra. Ja, ez kb. Tankra kell nyomni, és akkor csókolom. Na, mi a következő? Dragonic Attunement. Ja, és igen, ezt amúgy ki is kellett rakni. Black Attunement és Bronze Attunement. Azt mondja, hogy én és 4 társam 4%-kal több HP-val fog rendelkezni, illetve én és 4 társam 10% movement speed-el fog rendelkezni. Ez nagyon jó. Spatiális Paradox. Ez egy bronz képesség 2 perc CD-vel. Na nézzük. Azt mondja, hogy én és egy szövetséges, egy barátságos healer tudunk kasztolni mozgás közben. És 100%-kal nagyobb range-ről 12 másodpercig. Ha nem targetelek ki senkit, akkor a 60 yardon belül legközelebbi healert választja ki. Hát igen, ez a max HP növelés, meg a movement speed növelés, ez nem azért kell kirakni, mert hogy olyan nagyon jó. Na nézzük, megyünk tovább a következő sorban. Unyielding Domain. Az upheaval-t nem lehet megszakítani, és 10% eséllyel kritál. Ez ugye, ez az új Empower képességünk. Nos, ez nem kell. Viszont az kell, hogy az upheaval 50%-kal többet damage-el a primary-re. És magasabbra lő ki felőt. Na jó. Aztán regenerative kitin. A blistering scale, ami ugye a tankra rakunk. 5-tel több skillt rakunk rá,
És az erupció kasztalása egy eszkélt helyre állít. De ez se kell, hanem a Molten Blood kell, ami azt csinálja, hogy... A Blistering Scale a targetre ad shieldet. Ami abszorbol 184.000 sebzést 36,4 szekig az alapján, hogy mennyi a hiányzó HP-ja. Minél kevesebb a HP-ja, annál nagyobb a shield-je. Tehát akkor a max shield, amit rá tudunk rakni, az a 184.000. És minél több a HP, annál kevesebb shieldet rakunk rá. Ja, ez is amúgy menő. Font of Magic. Az Empower spellek max levele megnő egyel, jó, ez kell. Illetve 20%-kal gyorsabban éri el a max szintet. Aspects Favor. Ha ezt is kell használjuk majd. Az Obsidian Skill. Aktiválja a Black Attunementet, és megerősíti, tehát hogy a max HP-nk 10%-ával több lesz, hogyha elnyoma az Obsidian Scale-t. Az Obsidian Scale az ez, amivel sebzés csökkentést teszek magamra. Illetve a Hover aktiválja a bronz attunamentet, ami növeli a movement speedet 5 szekig 25%-kal. Tehát, hogyha én dashelek egyet, akkor a többiek kapnak 25% movement speedet, ha elnyomok egy dev CD-t, akkor pedig kapnak max HP-t. Jó. Akkor így most már értem, hogy ez a draconic attunament, ez így miért jó. Na és közben amúgy, mivel kettőt is lehet erre rakni, ezért 16% lett a max HP növelés 15 szekre, illetve 5 szekre 40% movement speed. Jó. A maximum essence növelés 6-tal... Oké, adjad. Mi van még itt? Symbiotic Bloom. Az Emerald Blossom növeli a target, tehát hogy a target, akire nyomol az Emerald Blossomot, a kör alakú healt, az 12 szekig 3%-kal több healt tud bekapni, és ezt ugye lehet addig húzni, hogy gondolom 6% legyen, de ez se kell. Na, Reactive Hide. Minden egyes alkalommal, amikor a Blistering Scale felrobban, 10%-kal ó, 10%-kal többet damol 14,6 szekig, és ez felsztekkelhet 10-re is. Tehát, hogy 100%-kal többet damolhat a Blistering Scale, tehát a felrobbanás. De ez nem sok, mert hogy ugye azt néztük, hogy ez 3000. Tehát, hogy ez így nem hiszem, hogy kell. Ja, ez nem is kell. Tehát, hogy 3003, 3006, és akkor el tudsz menni 6000-ig. Hát ez nem kell. Essence Burst 20% eséllyel nem használódik el. Ez jó cucc, és ezt ki is kell rakni. Nézzük, mi van még itt. Essence Burst csökkenti a CD-jét az erupción 40%-kal. Az jó. Mi van még itt? Persis... Micsoda? Prescience. Jól mondom? Valószínűleg jól. Ezt ki kell rakjuk. Na nézzük, ez mit csinál. Egy szövetségesre tudok adni, ajándékozni critical strike chance-t. Tehát 3% critical strike chance-t tudok ajándékozni 22 másodpercre. De úgy, hogy 12 szekenként tudok ilyet kasztolni. És nem is kell vele céloznom, mert rámegy. Tehát, hogyha elnyomom, rámegy egy DPS-re. A 3% crit chance. Jó. Mik vannak itt?
Prolong Life, azt mondja, hogy növeli az effektjét az Ebon Might-nak, illetve megerősíti a Symbiotic Bloom-ot, tehát hogy a targetre, akire nyomom az Emerald Blossom-ot, az több hit tud bekapni. Igen, igen, ezt is csak nyomkodni kell. Dream of Spring. Az Emerald Blossom nincs CD-je. Tehát most már nem CD-s az Emerald Blossom, azt mondja, fél perc CD volt rajta. 35%-kal többet heal-el, és növeli az Ebon Might-nak az effektjét. Egy szekkel, de 3 essence-be kerül. Hát ez se kell, ez is ilyen PvP-s izé lehet. Momentum Shift. Ha elhasználunk egy Essence Burst-ot, akkor 5% intellektet kapunk 7,3 szekre, és ezt tudom stackelni kétszer, tehát hogy 10% intellektem legyen. Jó. Infernos Blessing. A Fire Breath-ünk kap Infernos Blessing-et 9,7 szekre nekem és a szövetségeseim, akik az Ebon Might hatása alatt vannak. Ó, és ez az Infernal Blessing, ez amúgy azt jelenti, hogy a támadási, tehát a támadásaik és a képességeik nekem és a szövetségeseimnek nagy eséllyel 9000-es fire damage-et nyomnak. Ó, szóval ha nyomom a fire breath-et, miközben pörög az Ebon Might, akkor plusz sebzés a csapatnak. Time skip. 3 perces CD. Előre megyünk az időbe, csökkentjük a CD visszaállítását 1000%-kal 2 szekre. Ezt a time skipet nem tudom majd mikor kell elnyomni. Valószínűleg, hogyha eltűntek a CD-m, akkor mehet a time skip. És ezt channel-olni kell. Jó, hát ezt majd megnézzük, hogy hogy kell. Hát ez azt jelenti, hogy 1000%-a gyorsabban. 1000%. Nem tudom, hogy ez így pontosan. Ezt majd le kell teszni, hogy egyben gyorsabban csökkennek a CD-k. Jó, mi van még itt? Akreció. Az erupció csökkenti a CD-t az upheaval-nek 1 szekkel. Ja, hát ez érthető. Ezt egyébként is így kell használni, mármint hogy hasonló képességeknél így kell használni a devasztálásnál, úgyhogy ezt is kipakoljuk. És végül az anakronizmot is ki kell rakni, ami azt jelenti, hogy a Press Science 35% eséllyel ad Essence Burst-öt, tehát hogyha ezt így elnyom, 12 szekenként elnyomom, hogy 3%-kal több kritje legyen a szövetségesnek, akkor kaphatok Essence Burst-et, amiből meg kaphatok Intellectet, ami Intellectből meg növelem az Ebon Might-tal a többieknek a primary statját. Jézusom, oké. Okay. Jó, oké, okay, tehát adjad. Na, Modes of Passibility. Az Essence Ability-nek van esélye arra, hogy csinálnak ilyen módot. És bárki, aki hozzáér ez a módhoz, 10 szekig csökkenti a CD-jét. A major ability-jeinek a CD-jét csökkenti 10 szekkel. Nem tudom, mi lehet ez a major ability, de hogy annak a CD-jét csökkenti 10 szekkel. Uh-huh. Valószínűleg ez annyira nem menő, mert nem kellett kirakni. Mi ez a major ability? Hát nem tudja, a chat főmágusa nem tudja. Nem tudja, mi az a major ability, hihetetlen.
Plot the future. A deep breathünk ad Fury of the Aspects-et 15 szekig. A Fury of the Aspects az a Bloodlust egyébként. Tehát, nyomok egy deep breath-et, ami Breath of Eons, hogyha kitalentelem. Ha ezt elnyomom, akkor 15 szekig BL, ingyenes BL-t kapok. Ez nagyon jó, jöhet. De nem kell kirakni. A francba. Nem kell az ingyenes BL. Valószínűleg azért nincs olyan rohadt sok sebzésem. Hát, hogyha rajtam van a BL, akkor valószínűleg úgy működik, nem tudom amúgy. De hogyha nem a saját BL-em van rajtam, és ezt így kirakom, akkor valószínűleg elnyomja más BL-em mellett a sajátomat. De mivel nem nyomunk ki hatalmas sebzéseket, ezért erre nincs szükségünk. Gondolom én. Na nézzük. Tomorrow, today. A timeskip channelje egy szekkel hosszabb lesz. Ja, és akkor ez meddig tart? Ja, két szek. Ja, és akkor 3000%. Aha, értem. Vagy ez hány százalék? 1500%? Ez nem tudom mi, ez az 1500%-os cooldown csökkentés, de ki kell próbáljuk. Interwoven Threads. Ez lecseréli a time skipet. Lecseréli a time skipet, és a CD-im 10%-kal megrövidülnek. Az összes CD-im 10%-kal megrövidül. Az elég jó. Jó, és mit kell még kérni? Overlord. Azt mondja, hogy a deep breath-ünk kasztol erupciót az első három elemire. Ez kell? Nem kell. Jó, akkor mi kell? Fate mirror? Na, a fate mirror kell. Azt mondja, hogy a prescience a szövetségesnek na, a prescience-t, akire rányomom, az konkrétan a damage-ét és a heal-ét megismételjük. Mármint, hogy a damage-ének és a heal-nek a 15%-át megismételjük. Oké. Okay. Jó, na, tehát akkor prescience-t rá kell nyomni a maxi DPS-re. Blistering Scales Tank. Melyiket kell? Hol van? Ja, az Ebon, igen, az Ebon Might, az ilyen partízé. Hol van az a cucc, ami így megnöveli a... Hát akkor ezt mondtuk a Power Infusionnek, de mit mondhattunk amúgy? Van valami, ami még olyan, mint a Power Infusion. Szóval ő egy... Szóval ha lő egy 750 ezreset, mint az előbb fent írt Balance Druid, akkor elcsattan megint annak a 15%-a? Aha, igen, igen. Jó, apply-olunk, és akkor így, ja. Na. Shift G. Jó, tehát odajött a Shift G. Shift Géza. Az erupció az ott nagyon jó helyen van, igen. Ebon Might. Az Ebon Might az csapat buff, igen. Tehát az amúgy mehet a tére. Csak azt úgy kell megcsinálni, hogy ez nem a Dragon Rage kell plusz trinket, hanem Dragon Rage, mert hogy Ebon Might plusz trinket. Na. Lehet makrót popizni? Nem. Jó, akkor újat csinálunk. Azt mondja, Ebon M plusz trinket.
És akkor nem Dragon Rage lesz, hanem Ebon Might. Mindjárt végzünk, srácok, és mindjárt megláthatjátok, hogy milyen élesben az augmentálós. Na. Nem jól írtam amúgy be. Ebon Might. Tuti úgy kell beírni. Ott van. Ebon Might. Nagyszerű. Kicsákolyt kiabál. Na. Nézzek, kiabál. Nem bír magával. Azt mondja, hogy valamit világít. Jó, hogy ki kell választani, hogy melyik attunement legyen. Értem. Jó, hát akkor hol vagy? Mi ez? Mi ez? Bartender. Stance bar. Hát nem gondoltam, hogy ilyen majd kell, de akkor odarakjuk, mit szóltok. Aha, Ctrl F2 és Ctrl F1. És akkor ezt így váltogatni kell, hogy éppen melyik mikor. Oké. Okay. Akkor ezzel meg vagyunk. És akkor itt ki kell pakolni a dolgokat. Press Science, ezt is így nyomkodni kell, hogy ugye osszuk a... Szevasz kis csákó. 11 szekenként tudunk olyat nyomni, hogy így jó legyen a társnak, és hogy megismételjük a DPS-ét, amint hogy megismételje a DPS-ét. Azt nem tudom, hogy ezt hova tegyük. A kettesre? Mi volt eddig a kettesen? Meg kell nézem, mert nem emlékszem. Mi volt eddig a kettesen? Bravo. Meg kell puskázzam, mert nagyon nem emlékszem. Lehet, hogy ott a focilabda volt, nem? Szerintem ott a focilabda volt. Jó, hát akkor egy vodba kell belepillant, csak már ezt így nem látom. Na. Ó, ott a hógolyó volt. Jó, hát akkor... Hógolyó volt ott. Na, Source of Magic. Aha, tehát Source of Magic volt a Power Infusion, amit így mondtam nektek. Az egyik, a másik pedig ez a Pre-Science. Na hát kettővel több képességem lett. A kérdés, hova tegyem be ezt a kettő képességet? Hát az egyik az ugye oda ment be. Fire Breath. Az erupció, igen, blistering scale. Ott a két empower. Az erupció. A szakítás. És akkor még két képesség kell. Na hát amúgy ott van, tehát a sleepwalk helyett, tehát shift G és ctrl G. Jó, legyen ez. Shift G-vel nagyon jó lesz, és ctrl G-vel is nagyon jó lesz. Na nézzük.
Let's go. Srácok, kicsi dungeon-t fogunk menni. Tök mindegy, hogy miatt. Na, 11-es freehold. Így van, kicsi dungeon, egy 40-es. Ha szeretnétek jönni, nyugodtan szóljatok. Mert nincs ív. Aha. Most bemegyek egyet egyedül, aztán mehetünk együtt. Na mi a gond neked ezzel, Konix? Mi nem tetszik az Augvókárral? Na, oda-oda megyünk. Ez kellene neked valami olyan DPS, akiről tudod, hogy jó. Ja, igen. Tehát például V-Tomival kell mennem, vagy Edinával, vagy veled, vagy Lamindrával. Ja, igen, igen. Ezt amúgy mouseoveresre meg kéne csinálni. Úgyhogy decline-oltam. Ha, behívtatok, megy a decline. Akkor minek jelentkezett? Na, ez kell nekünk. Tehát mouseoveresre kell megcsinálni a Source of Magic-et. És a Prescience-t is. Som. Source of Magic. Oda egy. És oda egy. Ugye? Ja, valószínűleg amúgy így kell. És akkor most jött a Prescience. Hát ez jó lett. Jól értem amúgy? Mi jól értem? Kételkedtem magamba. Oda néz. Hát ennyire híres lettem itt invágetnek? A híres augmentálós. Na. A legkeresettebb sárkány. Ja, és mi lett ez a izé party frame? Jaj, fúj. Na, ez sokkal jobb. Jó, Mátesz. Jó, Mátesz. Amúgy hova megyünk? Neltarion's Lair, vagy most ez mi? Nem tudom, hát így akkor várunk. Nem tudom, hogy hova megyünk. Meg kéne kérdezni, mi? Ha megkérdezem, kidobnak az helyzet, srácok. Az ügyfél a tesztelés közepén fogta és elment afkolni. Hát azért mentem, mert ő is kíváncsi, hogy milyen ez az augmentálós evoker. Ez a Kizuna név nekem valahonnan ismerős. Olyan, mint hogyha klántársam lett volna. De hogy amúgy lehet, hogy ez a Kizuna név valami sokkal menőbb, híresebb, csak hogy sokan azt használják. De szerintem volt egy Kizuna Warrior ismerősöm. Még egy másik életemben. Kizuna online virtuál karakter. Uh-huh. Köszönöm szépen. Alex. Na nézzük, hova mennek a többiek. Hát itt afkolnak. Akkor ebben nem lesz semmi, mi? Ja, hát ott mennek. Jaj, hát noob team. Elő is veszük itt a dalaranos Hearthstone-t. Azt megyünk. Én még ilyen 2010 akárhányból is ismerek Kizunát. Before it was cool, ugye? Ezek alapján. Na hát erre nagyon kíváncsi vagyok.
Na, azt mondja, hogy 4, 30, 4, 24. Hát itt, srác, ez mi a fene? Miért nyomnak ezek a srácok izét, 11-es kulcsot 4.24-ben, meg 4.33-ban? Ez valami meg nem értett kulcsozások vannak. Vagy tuti ez valami trükk? Azt mondják, hogy ó, mi csak itt crestet farmolunk, jé, bro. Jó, most már elindult a tankunk is. Na, a Kizuna ő alt, ahogy látom, 11-es kulcs eddig neki a max. És ahogy látom, van itt egy 19-es oldom, 17-es Brackenhide és egy 18-as Undermine. Ez mi? Micsoda? Az amúgy... Várjál, undr, Uldaman? Underrat? Na várjál. Ja, az az Underrat, akkor ez mi? Ez az Uldaman. Nagyon képbe vagyok itt a rövidítésekkel. A professzionális WoW streamer, ugye? Most kaptam egy levelet, azt írják, hogy kedves iHunter, ingyen pénz. Rákinek kattintom erre a linkre, és azt írja ingyenpénz.exe. Szerintetek megnyissam? És melyik Legion-es Insta van? Neltarion Zler, azt hiszem. Ja. Továbbíts, de magadnak akarod az ingyen pénzt? Hihetetlen. Milyen vagy, Collings? Ja, csak meg akarsz érni. Akkor jó, akkor küldöm az ingyen pénzt. Amúgy olyan unalmas ide repülni. Ez legalább olyan unalmas, mint elrepülni a House of Valorba. Igazán rakhattak volna oda egy teleportot. Ja, csak le kéne nyomni 20-ason, azt nem kell itt repkedni. Ja. Hát jó lenne azt amúgy megcsinálni. Most itt ilyen idézések van? Itt van mindenki? Oda néz a Kizuna, az exaltált. Hát ez nagyszerű. Na, azt mondja, hogy megy a hal. Tehát a kettest kell nyomni. Jaj, azt is meg kell csinálni, azt meg a tankra kell. Jó. Tank. Az a neve, tank. Jó kis redicsek, ugye? Na, kinyomja itt a jó damokat. Hát valószínűleg... Valószínűleg ő. Na most mi történik? Az komoly. Na és akkor Shift G és Ctrl G. Invalid target, hát akkor ezt ki a fenére kell nyomni.
Szóval nem tudom senkire se nyomni. Ja, friendly healer! Ah, hát persze. Aha, ráment, oké. Rámen. Ez nagyon jó volt eddig. Mint valami noob úgy csinálom. Ezért, mit nyomok? Jézusom! Jó, és akkor a tankra kéne a kettest tenni. Shift G, Ctrl G a healerre. Jó. Jó, tehát ezt csak a healerre lehet rakni. Oké. Szia! Szarak jó. Hát de hogy elindították már? Nem is voltam kész. Én damage-elek is, mármint hogy kéne, csak... Tehát hogy noobiai vagyok, tehát hogy kéne damage-elnem. Na, elnyomjuk ezt. És akkor el kell nyomni azt, meg azt. És a tankra meg azt. Nagyon jó. És akkor mehet eruptálás. Ez mi? Igen. Igen. Nyomunk egy ilyet. Hűha. Ez úgy érzem egy kicsit erős. Shift G. G. Igen, kettes. Most a jó, most a jó. Ctrl G, Shift G, oké. Igen, ez most az új talent, azt itt nubaskolok már hogy így... Még nem komfortos, hogy mikor mit nyomjak. Ja, nem is lesz top DPS, igen, igen. Kire is akartunk? Ki a tank? Ja, eddig nem is a tankra raktuk a dolgokat. Ctrl-G, Shift-G. 153 ezeres DPS nyomott a srác. Shift-G. What's your step? G. Az helyzet, hogy be kéne legalább a tankot fókuszolnom, vagy valami. Az úgy rajta van, oké, az 36 percre rajta van, tehát a Ctrl G-t azt nem kell nyomkodni. Jó. Run away. Ja, amúgy valószínűleg a hílet azért meg kéne előzzük. What's your step? Na várjál! Run away. Na
Tehát oda megy a kettes, igen. A Shivgé. Ja, a Shivgé rajta van, oké. Okay. Csak akkor kérünk plusz sebzést a tankra, olyat? Ja. Menni fog ez, menni fog ez, srácok. Watch your step. Ja, rátettem az Arms Warrior-ra, igen. Igen, behúzták a boss-t. High mountain itself rises against you. High mountain itself rises against you. Watch your step. The mountain itself rises against you. You will never wield the power of Khazgarad. Oh. Na, megtaláltuk, hogy melyiket kell ütni, eddig jó. Valahogy közelebb kell rakjam, mondjuk... Én nem tudom, hogy hogy, de hogy kényelmesebbé kell tegyem itt a dolgot. Na igen, kettes, hármas. Run away. Tehát ezt kb. CD-re kell nyomni a plusz sebzést. Ja, hát ezt látni, tehát hogy ez látnom kell, hogy ugye mikor nyomja a burst-öket a izé. A DPS-t, és akkor össze kell kombózni. Igazából nem kell ez kommunikáció, hanem csak így ezeket látni kéne. Ezeket így látnom kéne. De igazából nem is olyan fontos, mert nem olyan nagy CD, mint egy Power Infusion. Szóval ezt sűrűbben lehet nyomkodni, de nyilván jobb, hogyha időzítem. Tehát 11 szekenként lehet nyomni. És akkor még a T-t is sűrűbben kéne nyomjam. Tehát ez most elvileg sok dam lesz. Nézzétek, milyen damok mennek ki. Tehát az, azzal, hogy most elnyomtam két dolgot jó időben. Tehát ilyen 300-400k-t nyomott ki a tank és a... Na, meg én is megjöttem. Ja, hát csak most a bossra nem lesz, nyilván. Watch your feet. Na, hol van a warrioros barátunk? Ott van. Tank. Watch your feet. Watch your feet.
Oké, ráraktuk. Ja, meg kéne nyomni a francos T-t. Tehát a T és a Shift-i az CD-re kell nyomni. Na, és akkor V-t is kell, oké. I am sorry, heroes. It appears the treasure you seek will be found on the other end. The Tauren believed you were prophesied. Aha, amúgy ezt nem is kell elnyomni. Tehát, hogy ezt elnyomhatom így is, és akkor valaki megkapja. Oké. Let them come. Witness the fate of those who stand against the worthy. Ja, ezt nem nyomjuk el. Of wielding the power of a titan. Ja. Ha, tehát igazából, ha akarok, akkor tudok targetelni, hogyha nem akarok, akkor nem kell. Oké. Jó lesz ez. Szokni kell nyilván. I am sorry, heroes. I must leave you now. Yet know this. I have witnessed your deeds with pride, and I am sure you will not fail High Mountain in this final hour. Rip them apart! Rip them apart! Na. Yes, try to take the hammer from me. The mountain will gnaw on your bones. Most nézzétek a damokat. Jaj, basszus, és a T-t nem használom. The hammer never chose you, Dargul. It seeks a wielder who possesses true strength, and you were found lacking. It's done. Nem tudom, hogy akarnak-e még egyet, úgyhogy nem köszönök el. Dead and the hammer reclaimed. Rip them apart! Now begins the long task of reuniting our tribes. Hát, but balance has returned to High Mountain. Hát ez majd csak jobb lesz, srácok. Ez jobb lesz. Annyi, hogy fókusz, tehát tankot fókuszba, és akkor fókuszra nyomja a, hogy hívják ott, a blistering skillt. Jó, tehát akkor a Source of Magic-et felrakom, mint a szalonnát, ahogy fel kellett rakni annó. Azzal utána nem kell foglalkozni. Akkor az ott amúgy jó helyen van. Annyi, hogy hát igazából az erupció is jó helyen van ott. Már talán jobb lenne a G-t nyomkodni. És akkor G buff, az is buff, az is buff. Jó.
Mehet egy 14-es, ha szeretnél, Neomer. Na most jó voltál, vagy nem? Szar voltam, de a következő jobb lesz. Konix. Ír majd egyet a közös chatre, és akkor be tudnak inválni. Neomer, vagy írj egy nevet, meg egy rámet, és akkor röppen az invító. Amúgy meg, tehát hogy nem is tudom, hogy milyen tehát hogy valószínűleg az itemek se jók rajtam így. Most szerda van? Hát akkor lehet, hogy még kettő belefér. Ha ügyesek vagyunk, kettő még belefér. Na. Azt mondja, hogy... Azt mondod, hogy van egy 14-esed. Akkor csinál. Hát mondjuk... Az a gond... Az a gond... Jó, hát megpróbálhatom végül is. Mindig elfelejtem, hogy 14-es kulcsot szervezni, mármint hogy igazából kulcsot szervezni, az fájdalom a hátsóban. 5 percet adok neki, Neomer, ha nem haragszol. Most jöttem rá, hogy kulcsot szervezni, az fájdalmas. Milyen izébe megyünk? Dungeonbe? Ingyenes tartás, nagyon jó. Odaírtam nekik, hogy tudják, hogy mi van. Jó. Nagyszerű. Na nézzük. Tehát kell heal és tank. Igen, az az ingyenes tartás, Konix. Na hát természetesen DPS az már így jött. Na, tank 433-as, jöhet igazából. Gyere, a versrác. Hey. Tök jó, már van is tankunk. Kell heal, és kell dips. De dips nem invelünk. Dips csak akkor invelünk, hogyha már van a heal. Inkább kinyomtam. Megunta a tank. Megunta a tank, azt mondta, hát ez nagyon rossz, válnom kellett fél percet, nincs se healer, meg nem köszönt a Neomer, biztos az lehetett a gond. Úgy, csak úgy jönnek a Joy-nak.
Azaria magából kikelve üvöltözött, totálisan kiborult a népszerű budapesti étteremre. Máté Szama is meggondolt. Hopp, ott Groot, gyere Groot. Hopp, ott egy healer, néti. Mehet a pool, nagyon jó. Csak mondom, nem tudom ki ez a mehet a pool, de nekem meg van a hunterem, a megy a pool. Hát, hogyha a hunteremmel lennék, nézd meg, és decline-olt, aaaaj! Pedig mekkora lett? Igen, amúgy Azariának nem tetszett, hogy a wasabi két és fél óra alatt küldte ki a kaját, ami még szar is volt. Ez, erről szól a cikk. Ó, pedig, hát elbüszkélkedtem volna neki, hogy mehet a pool. Enyém a megy a pool. Hát ez szomorú. Amúgy ott van a Fate Mirror. Ez gyakorlatilag 2%, hát ez semmi. Többször kellett volna nyom. Pop. Jelen csak? Na, most hogy megvagyunk, csak úgy szállingóznak, majd figyelj meg. Figyeld meg, hopp. Hely, na. Hol vannak a joinok? Na. Jó, mit akarok a csapatban? Akarok egy shadow papot. Hol vannak a shadow papok? Nagyon jó. Hát amúgy csak kérdezni kellett. Hely, team. És akkor át kell menni Tiragrade Soundba. Gyorsan meg is nézem, mert végre ő egy olyan különleges ember, akit az étkezési szokásai miatt követünk. Hát az a helyzet, hogy ilyen mindenhol van, tehát hogy, ja, mondjuk, tehát az, hogy késik a kaja, nyilván mindenhol van. Most az, hogy lejárt kaja, hát ezzel meg nem tudok mit mondani. Erre meg nem tudok mit mondani. Ja, hát valószínűleg igen. Az meg más kérdés, hogyha egy híresség valamiben ugye jó, nem biztos, hogy mindenben jó. Például nem biztos, hogy jó a kommunikációja. Egy ilyen insta sztorival. Hát, celebek ugye. Celebek ilyeneket megcsinálnak. Itt van a Neomera menő szettjébe. Vicsike, köszi szépen az 5 hónapot. Most tanulja lehetsz, hogy milyen egy kezdő AUG Walker. Azt is odaírták ebbe a cikkbe, hogy a Biolex meg egy burger céggel került összetűzésbe. Bizony, csak mondom, ilyenek vannak itt, kérem szépen. Pereketnek a szvegek Vicsikének. Indíts egy WoW vlogot, mert nem fogod látni rendesen a DPS-et, ha érdekel egyáltalán. Megmondom őszintén, nem. Mármint, hogy de érdekel, de nem annyira, hogy most ezt így nagyon nézegessem. Ja, erre legközelebb majd felkészülök. Ja, vágom, hogy a DTS-ben nem látszik rendesen a DPS-em.
Az, annak örülök, hogy látom, hogy a többieknek nagy. Nem, most így nem tudom eldönteni, hogy ez most így jó-e vagy sem. Nyilván ezzel fogom nyomni, mert ez az, ami így új, meg érdekes. Meg kellett volna csinálnom, hogy a tankra könnyebben tegyem. Hát amúgy annyit csináltok, hogy fókuszba kiteszem. És akkor ott a fókusz, aha. Szegény vicsikének senki se pergeti. Na majd, ha végzek, akkor megpergetem. What's your step? What's your step? Ó, igen, 300k. Mondjuk a Shadow Papok azok eddig is tudtak ilyen. What's your step? What's your step? What's your step? Dispel. What's your step? What's your feet? Na, hát őt nem lehetett így szakítani. What's your step? Empty is hold. Ah, tehát a kettő. What's your step? Shockwave. What's your step? Stop the heat. Aegis needs to. Empty is hold. Shockwave. What's your step? Stop the heat. Aegis needs to. Empty is hold. Köszi szépen, Konix, köszi szépen. Havast, you build suckers! Charging, move. Charging, move. Phase 2. Shark bait, come about and blast their broadsides! Ja, nem raktuk ki a healer izét, azt a képességet, de orvosoltam. What's your step? Ujj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 j
Jaj, és kéne nyomni a T-t! Francos T! Watch your step. Watch your step. Dead men tell no tales. Meghalt a tank. Sorry, you smell like parent water.
Hát, a healer az így... 22 000-es izét nyomott. What's your step? Húha. Shockwave. What's your step? Alakul végre a sebzésem. What's your step? Shockwave. What's your step? What's your step? Hát azon kellene változtatni, hogy a tankot azt fókuszba, tehát hogy a fókuszkasztos legyen az a tankos képesség. What's your step? Target you. Is that okay? What's your step? Danger. Na, no, már kapta a lelet lővám. Target you. Change target. Nekem egy játék nem mondja meg, mit csináljak. Az szívás. Ez mondjuk így lehet, hogy vibe. Target you. Danger. Target you. Ja, hát igen. Azt mondja, ja, ne csináljam ezt, hát de amúgy ott voltak mellette a mobok, tehát hogy ez így nehéz ugye nem csinálni, tehát hogy, de ja, ez my bad. Ha elmondom, hogy hány éves vagyok, akkor jobban fogod élvezni a streamet, Patrik. Na hát, jó. Akkor... Charging, move. Mindjárt kilép a tank. What's your step? Nem fogja bírni ezt idegekkel. Charging, move. What's your step?
Charging, move. Watch your step. Watch your step. Mondok egy fontos tanácsot, Patrick. Attól, hogy tudsz írni, nem biztos, hogy mindig kell. Szerintem ez... Watch your step. Ez hosszú távon kifizetődő tanács. Azt mondta, stop fucking. Ja, akkor jó. Your skulls will be excellent target practice. Target you. Put your steel to the test. Danger, danger. Thumbs up, scallywags! Change target. Target you. Danger, danger. Na, azt látod, és ilyen nem is gondoltam volna, hogy vannak 50 év felett. Target you. Danger, danger. Change target. Hogy lehet kikerülni, hogy ne dobjanak hordót a fejemre, srácok? Gonosznak? Hát az amúgy lehet, hogy gonosznak tartanak, de... Szegény Patrikot ma már kétszer time-outoltuk, vagy már háromszor. Úgyhogy nem indokolatlanul mondtam ezt, amit mondtam. Change target. Szegény Neon már rádobták. Neo már 170 ezer DPS nyom, hát nagyon durva ez a fiú. Hát ne, nem semmi ez a csapat, nem semmi, hát 147 ezer stamó. Na mindjárt olvasom, amit írtál, Onyx. Run. Rán... Jó, hát én ránolok, de... Édes Istenem, mi... Jó, most már tényleg kilépnek. Ja. Nem, nem voltam még a... meg a dungeonben. Hú, de jó, hogy nem húztam be. Run.
Take it away, Gerthok and Woden! That's your cue, landlubbers! Ouch! Why'd you poke me? Oh, oh, wake up, Woden! We're on! Come on, say the things! Say the things! Ouch! Okay, okay! Gather round for a show of unbridled ferocity! Coming to you from parts unknown! The mysterious! The dangerous! The slightly unkempt! The band of smelly buccaneers! And entering the ring, we have the amazing, the incredible, the magnificent, the... What the... Really? It's a greased up pig? I'm beginning to think this is not a professional setup. Ah, well, put your pig and you win. Számokban nagyon durva az újjával kár. Watch your step. Mármint így másoknál a damage down az így nagyon durva. Szerintem. Főleg, hogyha jól nyomkodom a képességeket, meg ha egyáltalán elnyomom az Ebon Might-ot. Comes a Tortolan brigand, who makes it his duty to eternally hurt you. He is the dynamo of defense, the sergeant of shell shock, the hellion in a half shell, Ludwig! Nagyon akarnak. Neomer 410.000-be annyit nyomott, mint a 442-es pap most. Lehet, hogy most ő kapta a Prescience-t. Néztem el Rotáról infót? Nem. A champion that sleeps with the fishes. Literally. The freehold fanatic. The master of the jagged jawbone jab. The powerful pugilist predator. Trothak the shark butcher. Én megpróbáltam, Patrik. Én eskü megpróbáltam. Run away. Run away. Run. Watch your feet. Watch your step. Watch your feet. Run away. Run.
Run. Olvasom majd, Chef, hogy mit írtál. Menő, hogy ilyen nagy range-be tudunk fellökni. Ujjjj. Watch your step. De szihetetlen. Your step. Ha nem világos az addonos lista, nyugodtan kérdezz, Mao. Azt mondjátok? Watch your step. Hát legalább elnyomtam a dolgokat. Legalább kimehetnek a nagy sebzések. Repülés közben meghaltunk. Watch your step. Igazából vissza tudunk ide futni. Itt most ebben a dungeonben sokat nuboskodtam. Na, ki húzta be? A healer. Shockwave. Holy god, fuck. Shockwave. Hát azt nem szakította senki. Shockwave. Think you can stand against me, swine? Jó, hát az jó, tehát hogy... Konkrétan kiúszt a damage növelős képességemben. Mondjuk nekem kellett volna jobban célozni. Thank you.
phase two. Scallywags with our heavy guns. Watch wave. Watch your step. Blast these scurvy dogs to bits. Swamp the deck with their gizzards. Watch wave. Watch your step. Equate these scallywags with our heavy guns. Swap the deck with watch their wave. Gizzards. Phase three. Most lesz a jó. Most meg lehet tolni a damokat. Watch way. Watch your step. Equate these scallywags. Hú, na mehet még egy majd. Szóval Leo már 410-ben nyomott 70k-t. Na. Ha szeretné jönni, na most ha nyugodtan. Megszervezzük. Milyen kulcsod lett egyébként, Neomar? Oh, do I have a deal for you? Nyugodtan írj egy izét a community chatre, azt mehet. Meg mondj nyugodtan, hogy milyen rólba jönnél. Sián, köszi, hogy itt voltál. Szia-szia. Szia-szia. Szóval Press Science Ebon. Aha, igen. Press Science Ebon. Uphaver. Flame. Ja, hogy Firebrand, igen. Eruption. Aztán Eon. Aha. És Timeskip. Ja, nekem nincsen Timeskip, nekem rögtön CD csökkentésem van. Aha, tehát akkor az Azure Strike-ot lehet, hogy el is kell. Mondjuk, a Living Flame után jó az Azure Strike, aha. Ja, amúgy valami ilyesmit követek sem, csak a Brettet azt sokkal hamarabb nyomom el, vagy éppen azzal kezdek. Ott van, hogy az Ebon Mighter-ra rak 5 szeket a Brett, hogyha jól látom, szóval nem érdemes azzal kezdeni. Oké. Okay. Egy 5 perc. Jó, hát lehet, hogy annyi lesz a csapatkeresés, Neo már úgy, hogy nyugodtan. Meg Neo saját család. Nem tudom, hogy most akkor jön. Nem, amúgy Chef, tehát hogy teljesen jogos, amit írtál. Tehát amit írtál, az jó, mert hogy az Eons nem érdemes azzal kezdeni, mert 5 szeket hozzáad az Ebon Mighthoz, ami meg elég jó. Ja, de amúgy valami ilyesmit csináltam, mert a Devastation-es is amúgy ilyen.
Ja, okés. Ment is az inv. Na és akkor... el is hirdetjük. Egy tank, egy heal. Na, mi kell a csapatban? Neo már elvileg tud combat rush nyomni, de meg talán Umbra Druid is. Azaz Nausa is. Uh-huh. Shadow pap mindig ilyen. Pap. Egy disc pap vagy egy holy pap jött. És egy prot paladint kéne hozni. Amúgy csak a méleseket kell hozni. Tehát egy tank sámánt szeretnék. Amúgy erre is adok egy 5 percet, az hogyha nem megy, akkor keresek kis kulcsot, és akkor arra tudunk menni. Erre az a helyzet, egyre jobban közeledünk az 5 órához, szóval hoppá, oda néz. Egy 444-es healer. Na ez is jó. Hey. Na, hát elvileg healt nehezebb találni, mint tankot, szóval a nehezén túl vagyunk. Na, és úgy néz ki, hogy Demderem magyar. Vagy Dimderem. Remélem jól mondom a nevét. És ott egy protpala. Jó. Na, királyság. Hát akkor már repülök is. Szegény Neo már mindjárt kikkelik, mert itt cigizik meg ilyenek. Tearhold has fallen under siege. Eliminate the invading forces. Ja, itt van. Nálam úgy nem, mert hogy itt ilyen sietetések voltak. Warcraft logs. Közben megnézzük. Hogy kell ezt csinálni. Sose, ja nem, amúgy csináltam ilyet még 10 éve. Le kell tölteni a klienst. Hát, ez nem. Sajna nem. Erre hamarabb kellett volna gondolják. A Warcraft logzot kellett volna letöltenem. Onyx. Hogy meg lehessen nézni, hogy hogyan teljesítünk. Jó, meg vagyok. A vulperákok vagyunk.
15-es Halls of Infusion-t fogunk nyomni. Navia tank 429-be, Dimdirim, remélem jól mondom a nevét, ő meg 444-be healer. Itt van velünk Nausa, ő is 444-es, és Neomer 410-be, én pedig 432-be nyomom. Hát bronzon. Ha csak nem szimpatikus a Season Journey, illetve ez a malignantos mechanika, ami holnap kiderül, vagy holnap és holnap után kiderül, hogy milyen, akkor meg tudom érteni, hogy nem izgat az első szezonja a Diablónak. Például még nem rángattam a többieket. 5, 4, 3, 2, 1, boom! Berakta, Neomer berakta, hivatalos a dolog most már. Na, azt mondja, hogy Ctrl-G. Tazdingo! Milyen technó? Hol vannak technók, Phoenix? Hát igen, Nausának megjöttek a sebzések. Baszus. Háromszázezres sebzés. Nausa most ez biztos nagyon élvezi. Egyébként. Big numbers. Oh, very big, very big. Rosszul nyomtam el az Ebon izét. AOE incoming.
Watch your step. I will not let you through! My sacrifice will keep these halls safe! Na, le kell figyelnem, hogy sokáig kitoljuk az Ebon Might-ot, amennyire csak lehet. Ha és most fog lejárni. Watch your step, watch your feet. Valaki oda kakkantott. AOE incoming. Jó, az a szakítás, ez nagyon szép van. Shockwave. 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 Hoppá. Valakiről valami, lehet, hogy magamról szedtem le valamit. Kicsit belezavarodtam itt a dolgokban. Akkor mit és hogyan kell nyomni? The winds are always in my favor. Jó ez amúgy, tetszik, hogy így arra kell figyelni, hogy ne járjon le sose ez a ez az Ebon Might. Ezt minél tovább fenn kell tartani. Spóroltam itt a képességgel, de nem kellett volna.
AOE incoming. Watch your step. Run. Ó, addig tartottam fönt ezt a képességet, hogy már tudtam nyomni a következőt. Run. Be kéne oda húzni. Bénáztam. AOE incoming. Watch your step. Nincs rá, mire gondolsz, Konix? Ja, amúgy a legtöbb alkalommal így kéne, igen. Ha akkor lennék nagyon ügyes, hogyha ez így folyamatosan konstans rajta lenne a többiekem. Amikor azt látom, hogy plusz szek, az azt jelenti, hogy jól csináljuk. Szóval, ja. Minél tovább elhúzni az Ebon Might-ot. CD-n a Prescience. Breath incoming. Na, most pont rárakta a Prescience-t a tankra. Breath incoming. Szia, Rinisza. Breath incoming. Uha. Breath incoming. Nekem a panda volt nagy kedvenc. Breath incoming. Azt most a tankra ráraktam. Na most lennek ki a nagyon brutál damok. Find shelter. Most konkrétan hamarabb tudom nyomni a képességet, mint hogy lejárt volna. Most konkrétan rohadt jók vagyunk így. Let me show you the power of the elements.
find shelter. Watch your step. Find shelter. Watch your step. Get you there. Nothing can stop us. Breath and coming. Egyáltalán nincs a pulvált. Breath and coming. Run, knocking back. Ó, azt hittem, hogy az már nem csippent meg, de megcsippentem. Run, knocking back. The elemental will cleanse the waters. Nem, ez mit egy plusz, de mondtad mi speedrun, egyébként igen, vagy sietni kell. Cooler, szevasz, hello. Szóval ez ilyen időre kell megcsinálni. Jó móka amúgy. Jój! Édes Istenem! Azt meghaltam majdnem, mint egy noob.
Nyoló? Oké, sikerült rányomni. Most nagyon nagyok a damok. Jó. Na. Hát milyen jókat mentünk. Hát milyen jókat mentünk. Na nézzük. Hát ez 2% sebzés a Fate of Mirror egyébként. Neomernél is 2% a Fate of Mirror. Tankra meg valószínűleg nem nagyon ment. Igen, egyszer ment rá. Ez 0,1%. Szép volt, srácok. Neomelden azért a 4-10-ben 70k, szerintem az nagyon jó. A healer 42k-t nyomott. A kataklizm nekem egyébként pont kimaradt. Na hát, Nausa és Neomer, köszi szépen, hogy jöttetek. Jó volt csapatni, az helyzet. Még így partit keresni is amúgy tök király volt. Na, mit szóltak, srácok? Milyen volt ez az augmentálós? Evokár. Nekem amúgy tetszett. Eléggé adtam. Megnézem majd a Warcraft logzon amúgy, mármint hogy így majd feltelepítem, és akkor megnézem, hogy hogy úgy amúgy hogyan teljesítünk. Nem tudom, az helyzet, nem tudom eldönteni, hogy ez most így jobb ez nekem, vagy jobban tetszik a devasztálós. Ezt én nem tudom eldönteni. Nagyon jó volt? Na, cooler. Szóval ha neked tetszett, akkor az már azt jelenti, hogy nagyon jó. Azzal van csak gond, hogy látható az, hogy mi a te részed, ami miatt van. Hát figyelj, nem. Mármint, hogy nem, mire gondolsz? Most ez a Fate of, ez a Prescience egyébként, tehát hogy ez onnan jött. Szóval hogy a Fate of Minor, az csak a Prescience-nek egy plusza. Tehát azt CD-re kell nyomni. CD-re kell nyomni, Ebonmite. Firebat, Upheaval, nyomunk erupciót is, mert az erupció ugye az másfél szeket ad, vagy éppen egyet, attól függ. Breath of Ions-t is nyomunk, az meg még tovább kitolja az Ebon Might-ot, illetve a Breath of Ionosokra még többet damolsz. Ebben az a nehéz, hogy a Deep Breath-tel, ami a Breath of Ions, tehát hogy a Breath of Ions az egy továbbfejlesztett Deep Breath, azzal eddig is nehéz volt célozni, ezután is nehéz lesz szerintem, és így nem tudom, bízom benne, hogy azért jól ki tudom használni azt, hogy eltaláljam a bosszokat. Hát úgy értem, hogy nem tudod számszerűen megmondani, hogy mi a te boostod, mi a történő damage. Ja, értem.
Nem tudom, hogy a Warcraft Logs az így mibe segít ezzel kapcsolatban. Nekem amúgy szimpatikus ez a style. Az egyszer, hogy nekem szimpatikus ez a style. Nekem tetszik ez az augment, és mivel fura, szokatlan, nagyon szokatlan ez a buffolós roll, ezért szerintem ezt nyomjuk. Tehát, hogy nem váltok vissza, és ezt nyomjuk, és akkor meglátjátok, hogy milyen, én is jobban beletanulok, és akkor tudunk mondani majd okosságokat ezzel kapcsolatban. Azt mondja, a Drunken Cseppi azt mondja, hogy a details-ből be lehet állítani, hogy mutassa a te valós damage-edet. Azt hol lehet beállítani? És hát egy 4-28-as strinket. Breath of Fire-re én makrot használok, és instant oda nyomja, ahol a kurzon van, az sokat segít. Aha. Rákeresek közben. Options-be kell. Na. Azt mondja. Details. Details options. Combat log. És class options. Igen. Predict augmentation buff. Aha, látom. Na én ezt benyomtam, és akkor ezt úgy kéne, hogy... Ezt úgy kéne lássam, hogy ezt, hogy kéne látni. Ezt gondolom, ha majd újra nyomok, akkor ez látszódik. Sziasztok, a mostani contentben milyen lehet jól goldot farmolni? Tudja valaki? Én nem. Ha valaki, én ezt biztos nem tudom. A csík két színű lesz majd. Ó! Köszi szépen, Drunken Cseppi. Na, akkor legközelebb ezt majd így lecsekkoljuk. Klassz. Ennek örülök, srácok. Ennek örülök. Megnézzük majd. Hát remélem, hogy élveztétek, hogy így most belekukkantottunk az új specébe az Evokernek. Remélem, hogy többet tudtatok meg. Tudtam segíteni nektek azzal kapcsolatban, hogy milyen lett így az Evoker. Láttátok, hogy mire képes 10.1.5 alatt a Devastation, azt is, hogy az augmentációs milyen. Nem beszéltünk amúgy a 10.1.5 hozta újdonságokról. A Hearthstone-t azt így megemlítettem, de amúgy még vannak dolgok, amikről majd legközelebb beszélünk. De akkor már úgyse lesz annyira új. Úgyhogy hát ennyi lett volna már a vovozás. A ratingen egyetlen egyet húztunk.